started off initially just shooting some sequences. Úgy kezdtük a munkát, hogy a brit királyi család különböző nyilvános szerepléseit vettük videóra, mert az antropológus úgy gondolta, hogy írásban nem tudja hitelesen visszaadni az előadásszerű elemeket, a nagyközönség királyi látogatások alkalmával tanúsított érzelmi megnyilvánulásait és a monarchiával kapcsolatos hétköznapi attitűdjét. Azokét az emberekét, akik látogatásról látogatásra kísérik a királyi családot, vagy azokét is, akik ezrével figyelik őket otthonról útjaik során. Erről szól a film, ahelyett, hogy azt vizsgálta volna, hogy a királyi család hogyan viselkedik. Mi a korláton innen álló tömeg magatartását kísértük figyelemmel a filmben, ez volt a célunk. That was our intention. Azt hiszem, ha ezt a filmet Angliában bemutatják, világossá válik, hogy semmi különbség sincs a tömegben állók és az újságot bújó érdeklődők hozzáállása között. Sokan a királyhívek közül megszállottan olvassák a királyi családról szóló cikkek százait. Ez a királyi személyek iránti megszállott kíváncsiság azonban nem csak az angolokra, hanem egész Európára jellemző. In many other European countries, in a complete obsession with royal figures. Because the monarchy is such a big thing. Mert a királyság óriási dolog az angol társadalomban. Eleme az alkotmánynak és a tömegkommunikációnak is része, az újságokban, televízióban nagy súlya a szereplő, a királyi család évente több száz vidéki útjáról szóló híradások kapcsán. A királynő különböző helyeken való megjelenése, például postabélyegeken, utcanevekben, mindenütt nagyon fontos dolog. Ha egy antropológus Angliába jönne, akkor a királyi családot módja lenne a brit társadalom kultszimbólumaként vizsgálni. Eddig ezt senki nem tette, ezért vizsgáltam én. Alapvetően sok izgalmas van a királyi hölgyek világában. A férfiak csak szürke öltönyt viselnek, ők nem igazán érdekesek. A királyi család ugyanakkor sok-sok problémával is küzd, mert a fiatalabb hölgyek kezdenek eltávolodni a családtól. Az érdekelt, hogy egy hétköznapi ember mit kezd a nemzeti szimbólummal, hogyan viszonyul hozzá kreatív módon. Ez a film arról szól, hogy a nagyon formális, hivatalos királyi látogatás, melyből legalább 300 van minden évben, a királyi család igazi tevékenysége. Ennek a sok embernek a megszervezett, kötött szabályok szerinti protokoláris cselekedetei kerülnek az utca ember elé, akik ehhez kreatívan viszonyulva megalkotják saját rituáléjukat, ezzel értelmet adnak életüknek, jelentést adnak a haza fogalmának, Angliának. Identitást, azonosságtudatot kovácsolnak önmaguknak, saját szintjükön, egy csoport, egy nemzet tagjaként. Véleményem szerint a brit királyi család a nemzet fogalmához kötődve szorosan kapcsolódik az állam fogalmához is, ezzel a nemzeti tudatot erősíti.